Ő tisztelendő Jávorka Lajos atya, Kunszeg Miklóson plébános, a Fokolári Mozgalom jeles képviselője, papi hivatás eddigi állomásai nem mondható unalmasoknak. Mindenhol épített valami, leginkább közösségeket, de több templomot is. Akik megismerték, tudják, hogy életvidám, embert szerető, társasági egyéniség, és nagyon erős kezel van egy pásztor megütögetett, és meg is éreztem. Fogadjuk nagy szeretettel Bőci Szendő Jávorka Lajos atyát, aki arról fog beszélni nekünk, hogy hogyan élesztjük fel még jobban plébániánkon, közösségeinkben és önmagunkban a missziós lelkületet. Kedves Jávorka Lajos atya, Isten hozott közöttünk. Először is bocsánatot kérek két dologért. Egyik, hogy nem tudtam előadást úgy elkészíteni, egy bővázatot küldtem, hogy aki a fordítást végzi, aznak egy pici segítség lehet, egy kicsi fogodzó. Másik pedig, hogy bár már nagyon sokat voltam Székelyföldön is, Románia különböző pontjain is, nem tudok románul. Néhány dolgot tudom mondani, az, hogy húzom ezt, hogy fontos szó. Az Drúbun, sokszor valatta jöttem, és azt láttam, hogy Drúbun. Hofte, Buna, bármilyen. Képzeljétek el, hogy mikor utaltak erre, hogy Rómában dolgoztam, a Szentatyához kétszer tudtam, hogy egészen közel kerülni, és én olaszul beszéltem hozzá, és ő magyarul válaszolt, és én meglepődtem rajta, mert első alkalommal nem is voltam bejelentve, én csak ott voltam egyszer a sorba, és hát nagyon szerettem volna üdvözölni a pápát, de hát az első soron foglaltak voltak, és akkor egy utolsó előtti sorban a szélső hely szabad volt, és imádkoztam, hogy hátha erre jön a pápa, és szépen, amikor vége volt a kihallgatásnak, végigment az első soron, és akkor mutatták neki, nagyon rossz, nehéz volt akkor a járása, mutatták neki, hogy szálljon föl a pápa mobilra, és elindult, aztán visszafordult, és így benézett abba az irányba, és elindult, és akkor hát láttam, hogy nagy esélyem van, hogy tudok vele beszélni. Gyorsan összekészítettem néhány mondatot magamban, és föl kellett készülnöm, mert szerintem, hogy nagyon szereti a gyerekeket, nagyon szereti a házasokat, és hát így volt az előttem levő sor végén. Egy olyan 10 éves korban kislány volt, aki rajzot készített a pápának, ez nagyon érdekes lesz neki. Utána pedig egy azon a héten házasodó fiatal pár, gyönyörű mennyasszonyi ruhában, ilyen szürke inges ember, de elég sokat lát a pápa, nem leszek neki túl érdekes. Úgyhogy nagyon fölkészültem, hogy amikor odaér, üdvözlöm a kislányt, elbeszélget vele, és indul azt a pillanatot elkapni, még pillanat, hogy éppen a szeme útjába esek, és akkor megszólítani. És akkor mondtam neki gyorsan, hogy tényleg egy-kettő mondatot, és akkor azt mondta a pápa, ja, mondtam neki, hogy magyar vagyok, várjuk szeretettel magyarok, mondom, hogy Fogolár pap vagyok, egyetemistákkal foglalkozom, közösségi életet tanítunk nekik, erre kért meg a bíboros atya, és akkor mondta, hogy várjuk szeretettel Magyarországra, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, az ő se a spanyolban, se az olaszban nem létezik, úgyhogy nagy dolog volt, hogy ő pillanat alatt ezt így tudom, hogy köszönöm szépen, és így megmaradt bennem, hogy legalább ennyit tanuljunk meg a másik ember nyelvén, akivel kaptam, hogy köszönöm szépen, más nem tudok mondani, ez a legfontosabb szó. És a másik fontos szót meg a elköszönéskor tanultam tőle, akkor be voltam jelentve, de annyira rossz volt a járása, hogy annyira gyönger volt a pápa, hogy ott ültem a második sorban, közel hozzá, de az volt a benyomásom, hogy annyira fáradt, annyira nehezen, nagyon meleg is volt, ez tavaly júniusban, májusban volt, hogy mikor a pápa elmegy, illetve megtartja a beszédét, áldást ad és el fog menni. És azt mondta, hogy nem baj, én ide jöttem. Én most nem a pápa tartozik nekem köszönettel, én vagyok nagyon hálás, hogy itt szolgálhattam Rómában. Nagyon boldog vagyok mindazért, amit a pápa tehát az volt a feladatom, vagy a feladatunk néhány ünnep, hogy ezt kérte tőlünk az a bíboros helynök atya, aki a pápa nevében Róma lelkipásztori munkáját irányítja, a pápával folyton egyeztetve, egy nagyon közeli kapcsolatban vannak, úgy hívják, hogy Amato de Donatis, egy nagy szép neve van, Angelo de Donatis, azt kérte tőlünk a Fogladiniktől, hogy a fiatal teológusok, papnövendékek is, fiatal papok és egyházi szolgálatra készülő fiatalok
kapnak egy komoly intellektuális és teológiai képzést, de sokuknak nincs közösségi tapasztalata. Nektek van, tanítsátok nekik. És mikor kérdeztük, hogy ez hogyan, mondta, hogy hát itt van 15 ezer fiatal, teszetek hozzá. Hát mondtuk, hogy tehát igazából én voltam konkrétan ezzel megbízva, és volt néhány munkatársam, Fokalarinik. Hát, hogyan mondta, hogy megkérdezzük a szemináriumokban, meg a kollégiumokban, és aki jön. És ez így jó volt, mert önkéntesen az jött, akit ez nagyon érdekelt, úgyhogy nagy nyitottsággal találkoztam. Nagyon sok örömöm volt ebben is. De a Bíboros atyával konzultáltunk folyamatosan, és ő tényleg örült annak a szolgálatnak, amit végeztünk, és hát így azért mentem oda, hogy megköszönjem a pápának, hogy itt lehettem. Nem tudtam, hogy oda jutok-e még hozzá, és hát a végén annyi történt, hogy azért mégiscsak egy pillanatra oda köszönhettünk, és amikor mondtam neki, hogy Szent Atya, köszönöm, hogy itt lehettem, végeztem a szolgálatot, a Bíboros atya ránk bízott. És akkor a pápa azt mondta megint csak magyar, hogy Isten áldjon meg. Sajnos áldást is adott, hogy akkor az őr már lökött is rajta meg gyertek. Megkaptam az áldást, nem baj, körültem ennek, és akkor még visszaszóltam, hogy Szent Atya, mindig szeretettel várjuk. Nem is tudtam mondani, hogy a Fokalában, Magyarországon, Romániában volt, mindig szeretettel várjuk. Ez szívemben mindig őrzöm, fordozom. Azzal kezdte a Zoli barátunk, hogy ez az egy szent katolikus apostoli anyaszentegyházban, ő az apostoliságot, misszió és apostolságnak az egységét emelte ki. Nagyon tetszett az előadás, nagyon köszönöm neked. És én pedig akkor ezt az egyetemességet, és tudjátok, tegnap kezdődött a szinodus. Az is nagyon szép, hogy egy háromnapos lelki gyakorlattal készültek föl rám, erre a szinodusnak, erre a konkrét alkalmára. Azt hiszem, hogy a Ferenc pápa szolgáltánk egy csúcspontja, vagy ilyen, hát ezeknek a helygerinceknek egy ilyen kiemelkedő pontja lesz ez a, vagy az már is ez a szinodus. Úgyhogy lélekben éljük meg vele együtt, mert hát Pál József püspök atyával, aki meghívott engem, és megkifejezte a sajnálkozását, hogy nem tud itt lenni, de én megígértem, hogy imádkozunk ért, és lélekben vele és a pápával, és egyetem is egyházzal egyet vagyunk. Az szép ez az egyházat szeretni, az egyházat szolgálni, egyházban élni. Valakivel beszélgettem tegnap, aki megismerte egy kicsit a Schönstadt közösséget. Én a Fokalában azt tanultam, hogy csodálni ezt a sok-sok virágot, ami van az egyházban, ami a 2000 év alatt nőtt, és ami született akár a 20.-21. század, és Schönstadt is egy ilyen csoda számomra. Ott a Kempenik atya, aki alapította a Schönstadtot, ő neki volt egy ilyen visszatérő mondata, hogy szeretem az egyházat. Ha valamit, akkor ezt fogadjunk jól azt, hogy szeretem az egyházat. Tehát én nem sehol sem vagyok főnök az egyháznak. Az egyház szolgája vagyok, és szeretem ezt az egyházat. Az Anya Szent Egyházat szeretem. Nézzétek majd meg, gondolom román nyelven is megjelent, magyarul mindesetre megjelent a tegnap este a Magyar Kuriron lehetett olvasni, számítógépem rosszalkodott, úgyhogy telefonomon, ahogy tudtam, ki akartam nyomtatni, nem sikerült, úgyhogy csak a telefonomon olvastam. Pápa egy nagyon-nagyon jó beszédet mondott tegnap, és azt mondta, hogy mindenkelőtt a szent lélekre figyeljünk. Ne legyenek kész sémáink, amihez ragaszkodunk. Ne valami előre kigondolt úton menjünk, hanem figyeljünk nagyon a szent lélekre, hogy ő merre akar vezetni bennünket. És ezt mondanám most magamnak és magunknak is, hogy figyeljünk nagyon a szent lélekre, ő merre akar vezetni bennünket. Ezt a idézi Péter apostol levelében, hogy meg ne szomorítsátok Isten szent lelkét. Meg ne szomorítsátok Isten szent lelkét. És itt nagyon konkrét a pápa azt mondja, hogy a pletykálkodással, meg a panaszkodással különösen meg tudjuk szomorítani Isten szent lelkét. Ne pletykálkodjatok. Az egyháznak egyik leggyakoribb bűn nekünk az egyházon belül, pletykálkodunk, meg panaszkodunk. Ne tegyük. Ne szomorítsuk meg Isten szent lelkét. Tehát nagyon szeretném, hogyha ez a kis tanúságtételem, ez egy a Szentlélek örömére lenne, a Szentlélek dicsőségére lenne. Tehát így kaptam a fölkérést, hogy hogyan élesszük föl. A fordító győzi ezt a sebességet? Mehet? Nem tudom, ki végzett fordítás. Rendben vagyok így? Rendben.
Hát persze te jól ismered a stílusomat, mert kispap volt ez az atya, amikor lelki gyakorlatot tartottam nekik a pécsi szemináriumban, és megszólt, hogy így beszélek. Köszönöm minden együttérzésem, szólj rám, hogyha túl gyors vagyok, vagy követhetetlen. Tehát így kaptam a megbízatást, hogy hogyan érezzük meg még jobban. Ez egy még jobb az, hogy van már, akinek van, annak adatik. Tehát hogy érezzük meg még jobban lébániáinkon, közösségeinkben, és önmagukban a missziós lelkületet. Azt érezzük, hogy meg kell fordítani a sorrendet, mert azt mondja, van ez a mondás, hogy ha meg akarod változtatni a világot, akkor kezd el magadon. Tehát az első kérdés, hogy magamban, hogy éreztem föl, vagy hogy teszem élővé a missziós lelkületet? Hát én kettővel próbálkozom, az egyik a Szentírás olvasása, meg az imádság. Amit hát mindjárt csinálunk, de hadd húzzam alá, hogy ez a kiinduló pontja. A Szentírás olvasás, ez amiket a Zoli most elmond. Bocsánat, hogy Zoli mondtad. Legkösebb. Annak hívna. Az Orbán testvérem, amit elmondott, nagyon. Tehát ezt olvasni, figyelni nagyon. Tudjátok ezt, hogy nekünk plébánosoknak egy nagy kísérés, hogy megültem ezt a plébániát. Itt most én, itt én vagyok a pápa. Vigyázzunk nagy kísérésre. Úton levő emberek vagyunk, és azok legyünk mindig. Hálás vagyok a Jó Istennek, én a 12. helyemen szolgálok most. 44 év papság után, elég gyakran, egyszer volt, 16 évig volt nekem, az nekem már nagyon-nagyon nehéz volt a vége fele, úgyhogy nagyon kértem püspök atyát, hogy érsek atyát, hogy helyezzen el, és kisebb helyre szeretnék menni, ha lehet, és megadta ezt a lehetőséget. Csak előtte meg kellett fejezni, még a templom építésről nagyon küzdelmes, nehéz időszak volt. Krízisekkel teli időszak, de Jó Isten túl segített rajta. Én valami szeretnék, hogy én úgy olvasom a Szentírást, hogy valószínűleg ki is így olvassátok, csak így megosztom veletek, hogy azzal a vágyjal, hogy szeretném, ahogy ezt mondjuk Szent Ignász tanít, hogy ott vagyok, érzem az illatokat, elképzelem azt a tájat, megyek Jézussal együtt, átérem vele együtt, hogy nincs hova lehajtanom a fejemet. Ugye a rókának is jut az úr, de nekem nem jutott odunk semmi se. Hogy átélem azt, hogy ott lesnek a farizeus, hogy hol köthetnek bele a szavamba. Tehát amikor azt érzem, hogy most nem értenek, nem akarnak megérteni, akkor próbálok arra Jézusra gondolni, hogy itt nagyon nem akartak megérteni. És nem hagyta abba. Most az elmúlt napokban, hát most rákezdtem arra, hogy olaszul végigolvasom az evangéliumot, aztán előről kezdem, és újra végigolvasom, és így évekből nagyjából háromszor sikerül végigolvasni az új szövetséget így olaszul, és hát azt tapasztalom, hogy idegen nyelven olvas, ezt annak ide némettel tapasztaltam meg, hogy akkor németül olvastam a Szentírás, hogy hú, olyan dolgokat találok benne, amit a magyar Szentírásban nem találtam. Persze, mert az embernek törnie kell a fejét, a szívét, és észrevesz valamit, amit gondolom görögben még inkább így van, hogy hú, még egy görög tudósnak is, hogy hoppá, ezt még mintha nem is olvastam volna. És ez jó nagyon. Most a Márk evangéliumot olvasom, és a 10. fejezetnél járok, 10-11. fejezetnél járok, és az elmúlt napokban volt ez az élményem, hogy ott vannak a farizeusok, és mindig belekötnek. Miért szedik a kalász szombaton? Miért nem mostál kezet evés előtt? Miért ülsz le Mátéval, meg a haverjaival együtt enni? Semmi jót nem tud csinálni Jézus. Ha előítéletek vannak, akkor annak úgy sem tudsz megfelelni. Jézus néha válaszol, néha meg válasz nélkül hagyja a dolgot, mert szeretetből néha meg kell próbálni érthetővé tenni a másiknak a dolgot. De sokszor nem kell erőltödni ezzel. Tehát lenézni se szabad azt, aki kötekedik, mert a jó benne is ott rejtőzik, csak most úgy el van rejtve egy kicsit. Valamit mondani, de nem erőltödni túlzottan. Menni tovább az utadon. És azt látom, hogy Jézus ezen az útján, hát azt folytathatnám, amit a professzor úr is mondott, hogy
hogy állandóan úton van Jézus. És útközben tanítja a tanítványokat, az apostolokat. Különösen velük foglalkozik sokat. És erről szeretnék azért többet beszélni ma, hogy néhány emberrel mélyre menni. Mert Jézus ezt csinálta. Ugye jó csoportdinamikája volt Jézusnak. A 12 apostolra szoktunk figyelni, de látjuk, hogy volt egy ezen is belül is egy szűke kör, a Péter, János, Jakab, és ezen belül is Péter. És azért olyan durva, csúnya dolgokat nem is mondott másnak, takarodj innen, de Sátán, ilyen csak Péternek mondott, de nagyon szeretett Péter. Ezért mert vele ilyen kemény is lenni. Meg ez a mennydörgés fia János meg Jakab, nem tudjátok, micsoda lélek lakik bennetek. Tehát őket megszidogatta azért. De ez része volt annak, hogy nagyon szerette őket. Nagyon komolyan foglalkozott velük. Ugye ezt tanultuk teológiában mindannyian, hogy fölkészítse őket majd arra a botrányra, amit ott a nagy csütörtökön átélnek, hogy Jézus megrettem a haláltól. Vagy alszanak közben, vagy botránykoznak, vagy alszanak. Miközben Jézus vérrel merítékezik, hogy fölkészítse őket meg a keresztre. János ott is ott volt a kereszt alatt. Hogy fölkészítse őket, de külön is néhány dolgot neki külön megmutat. Ők láthatják Jézus első halott föltámasztását, a Jairus lánya föltámasztását. Én ott is most arra figyeltem fel, hogy Jézus olyan figyelmes. Figyelmes is, hogy magáról elterelje a figyelmet. Nem tudom, így van-e biblikusan, de amikor föltámasztja a kislányt, az emberek magok kívül vannak a csodálkozás, és azt mondja, adjatok ennek a kislánynak. Szülők figyelmét magáról a kislányra irányítja. Szülőnek az a dolga, hogy lányával törődjék meg Jézussal, megteszi ezt a gesztust, vagy mikor föltámasztja a Lázárt, akkor oldjátok el a kötelékeit. Tehát ad mindig egy föladatot nekik, amikor az özvegyasszony fiát föltámasztja, akkor adjatok enni neki. Tehát mindig vagy oda vezeti a lányához. Tehát tesz valami olyan emberi egyszerű gesztust ez a Jézus, ami nagyon szép, ami nagyon ember. Az Isten fia valóban ember fia, igazán ember, emberséges ember. Na, hát így olvasgassuk, tudjátok, imádkozzuk becsülettel, gondolom becsülettel imádkozzuk mindannyian a zsolozsmát, valószínűleg legtöbben a rózsafüzét is igyekszünk el imádkozni az öttizedet, vagy ki mennyit, hogyan, de hogy senki nem kötelezett bennünket, tehát kivéve a Szentlélek, hogy olvassuk a Szentírást, olvassuk naponta a Szentírást, és merjük ahhoz mérni az életet. Mert hát az egyház joghoz is kell mérni, meg ahhoz is, hogy mit várnak el a hívek, meg sok-sok annyi elvárás, állami elvárás van, meg az esperes úr időnként, hogy számon kér ezt, azt a majd, muszáj ezeket is megtenni, de azért alapvető muszáj legyen az, amit a Szentírás mond. Az alapvető vonatkoztatási pontunk a Szentlélek legyen, aki különösen a Szentírásból szól hozzá. 23. Szent János pápa, amikor összehívta a vatikáni zsinatot, valószínűleg ismerős ez számotokra, de gyakran visszatérek ehhez a tapasztalathoz, mert hogyan indult a zsinat? Úgy indult a vatikáni zsinat, hogy megpróbáltak lebeszélni, hogy szentetem, nem jött el az ideje ennek, lehetetlenség, hidegháborúban, itt vannak a kommunisták, itt vannak az amerikai, itt vannak, most a legrosszabb a csillagok állása, most nem, most majd egyszer. És azt mondta, hogy nem, a Szentlélek határozottan ne elindít engem. És amikor próbálják lebeszélni, azt mondja, hogy testvérek, olvassuk el az apostolok cselekedeteit. Az a Szentlélek, aki azok a pélénk, tapasztalatlan, tanulatlan apostolokból ezt az egyházat segítette megszületni. Ez a Szentlélek nem aludt el, nem vonult vissza. Szentlélek, higgyük el, hogy most is munkálkodik, és most bennünket fog vezetni. Szűnelsz bíboros, hogy aki akkor nem volt még bíboros, meg nem volt még karizmatikus, csak egy nagyszerű teológus volt a vatikáni zsinaton, egyik nagy szakértő volt a zsinaton. Szűnelsz bíboros az Új Bűnkös című könyvében írja, hogy hinnünk kell a Szentlélek csodáiban. Ilyen csoda volt a II. Vatikáni zsinat, amit nem mertünk remélni. És ilyen csoda volt 23. János is. Azért tudjátok, fantasztikus korszakot élünk. Én azért
10. Pius pápától indítom ezt a sort, de 23. János pápától mindenképp mondhatjuk, hogy szentebbné szentebb pápáink voltak, 23. János, 6. Pál. És az első János Pál, aki azt mondja, hogy hú, én nagyon kicsi vagyok Pálhoz meg Jánoshoz képest, de most megválasztottak, én az ő örökösük szeretnék lenni, ezért választottam János Pál nevet. És akkor egy hónappal a halálata, egy hónappal a szolgálatot, a Jóisten hazahívja, akkor az utódja, Karol Wojtyla azt mondja, hogy én is ezt az örökséget szeretném. És hát láttuk, hogy hogyan bontakozott ki a zsinat tanítása a II. János pápában küldetésében. És akkor jön Benedek pápa, szent ember, alázatos ember. A nagy teológusságát szokták mondani, én külön azt is persze, de az alázatát csodálom ennek a Benedek pápának. És akkor Ferenc pápának ezt a nagy bátorságát, hogy folytatja ezt a sor. Sajtó mindig igyekszik szentállít egyiket a másik, hogy miben különbözik. Nem, persze, hogy különbözik, mert mindenki a saját személyisége, saját adottságai alapján szolgálja a Jóisten, ha odaadja magát a szolgálatra. És itt persze vannak különbség, de sokkal inkább azt látom, hogy egy folytonosság van. A Szentlélek munkálkodás, mert elindult a zsinaton, és ugyanilyen utaság, hogy én Pállal tartok, én meg Apollóval, én meg Péterrel. Nem. Jézushoz tartozom, Jézust akarom követni, és akkor nagyon figyelek erre a pápa, arra, amely éppen most éppen a Ferenc pápa. Másik az imádság, az imádságot azt mondtam, hogy hát azt gondolom mindannyian így vagytok, legyünk így, hogy alázattal állok ott Isten előtt, alázattal és tudatlanul. Nem vagyok biztos benne, hogy amit én elgondoltam, az tényleg jó. Uram, kérlek, te vezess. Szeretnék a szolgád lenni. Jézus egyik legszebb címe, Isten szolgája. Az Úr szenvedő szolgája. A pápák címe pedig, hogy Isten szolgáinak szolgája. Szeretnék a te szolgálatodra lenni. És nem vagyok tele a saját tudományommal, tapasztalatommal. Szeretném megérteni, hogy most mit akarsz velem. Szentektől olvashatok el, te vagy a minden, én a semmi. Vagy a Zsoltár, vagy elhallgatok, Uram, mert te munkálkodsz. Tehát megcsendesedne, jó Isten előtt, te munkálkodj. A szentségimádásról korábban, kispokkorom volt, csak olyan tapasztalatom volt, hogy a díszes monstrancia volt, az oltári szentség egy kicsit messze tőlünk és füstölnek. Jóisten ajándéka volt, a kommunizmusban nehéz volt nyugatra eljutni, de valahogy sikerült egyik előjáromnak elérnie, hogy egy rögtön szentelésünk után egy zarándok útra mehetünk Rómába, meg Lourdesbe. Lourdesben láttam egy számomra egész különös, meglepő dolgot, hogy azoknak a fiataloknak, akik önkéntesen néhány hónapra vagy egy évre eljönnek Lourdesbe betegeket szolgálni, ott egy sátor volt a kápolnája, és ott a sátor végében egy nagyobb méretű tálon, egy nagyobb méretű szentosja volt. Gyert át, és a fiatalok ott érteltek. Ez a szimbólum, hogy Jézus kenyér egy tányérben, egy tálban, közel hozzánk, lenne a szinte a föld szintjén, alig pár centivel a föld fölött, és a fiatalok ott érdelnek. És voltak köztük németek, és akkor elég jól tudtam németül is, kérdeztem és mondta, hogy innét indulok mindig. És ugyanazt találtam náluk, amit Teréz anyánál, hogy reggel nagyon fontos számunkra az emlékedés és a szentmise, hogy Jézus magunkhoz véve az legyünk, aki Jézus. Ahogy Jézus osztogatja önmagát, osztogassuk. Legyen erőnk osztogatni önmagunkat egész nap. És ezt a Jézust keressük a rászorulókban is. A 20. századnak ezeket a nagy szentjeit, a Rozsé Süccöt, a Kalkuttai Teréz anyám, Fuko atyám. A szentségimádást így elvileg a Fuko atyától kezdte megsérteni, mi is a szentségimádás. Nem egy szent tárgy, hanem a kenyér Jézus, aki engem is kenyérre akar formálni.
tápláléki ízusat, és azt akarja, hogy én elfogyasztható legyek. Munkáspapoknál olvastam ezt kis papkorom belőször, hogy legyek egy falat jó ízű kenyér, hogy megegyenem. És hát tényleg megesznek néha. Tényleg megesznek néha, és az néha fáj egy kicsit. Hát így ébrezgetem magamban a missziós között, missziós lelkületet, hogy szentírás, imádság, meg ezeknek a 20. századi nagy tanúságtevő írásait olvastatom. Közösségeimben, testvérek, missziós közösséget, az én tapasztalatomat tudom mondani, különböző karizmák lehetnek bennünk és közöttünk. Nekem az a tapasztalatom, hogy néhány emberrel lehet elindítani, nem sokkal. A szentek életében csak ilyen példákat látok. Kizárólag ilyen példákat látok a Szentírásban is, szenteknél is, hogy meghirdeti Pál is a tömegnek, és akkor néhány ember hívő lesz. Néhányan csatlakoztak hozzá. Egy, kettő, három. Nem több. Kis közösség, néhány ember, akinek át tudom adni a meggyőződésemet, aki befogadja, akivel tudok beszélgetni az evangélium öröméről. Mert ha valakiben föléved, az az öröm, hogy hú, de nagyon jó, hogy az Isten szeret engem. Azzal tudunk beszélgetni erről. És akkor azzal el tudunk írni, hogy ezt az örömöt adjuk át, mert a missziónk az nem másról szól, a evangéliumnak, a jó hírnek a továbbadása. Tehát nem egy ideológiának, nem egy vallásnak akarok érintgetni, hanem azt az örömöt szeretném átadni, hogy Isten szeret. Szeret téged az Isten. És ezt nem lehet másként, csak személyesen. És személyes közösségben néhány emberrel, akikkel leindultunk. Az a tapasztalat, hogy ha összehívunk egy nagy tömeget, és megadjuk nekik a programot, az nagy tömeg marad. Személyes meggyőződés néhány emberrel lehet elkezdeni. Akinek a szívében megszületik az öröm, a meggyőződés. Püspök, hogy azt kérte tőlem, hogy ne sok tanítást adja, nem is értek ahhoz, tapasztalatokat mondja. Kecskeméten meséltem, hogy hosszabb ideig voltam. Nagy Kecskeméti nagy templom, mentek a Szádán Budapest felett, ott éppen félúton van Szeged meg Budapest között Kecskemét. Hát egy ilyen középméretű Magyarországon, egy nagyvárosnak, viszonylag nagyvárosnak számít. Annak a nagy templomában voltam káplán, akkor már 14 évre voltam káplán, nagyon szerettem káplán lenni, és mindig kértem püspökeimet, ha lehet nekem plébánosnak lenni, mert plébánosok adminisztrálnak, meg szerepelnek, meg jelentéseket írnak. Én így láttam legalábbis. Tényleg aztán sokszor kellett utána, hogy csinálom meg kell. De a káplánok meg lelkipásztorok. Teljes időben lelkipásztorok. És nem baj, hogy van főnök. A főnök ilyen vagy olyan, de szót fogadok a főnökömnek. Tényleg jó kapcsolataim volt a főnökeimmel. Nem főnök nekem, atyának tekintettem őket. Szép volt ez. Szép volt tényleg. Na, hát ott is boldog voltam káplánként. Egyházmegyei ilyen ifjúsági referens voltam, meg hitoktatási referens, meg ilyesféléket csináltam még. Ifjúság, házasok volt, de olyan igazi jó lelkipásztorkodás volt, és egyszer csak azt mondta a püspököm, hogy figyelj, itt van egy lakótelep, menj oda, te már Budapest káposztásmegyében építenő templomot, csinálj valami hasonlót. Megrettentem tőle, mert hát azért egyszer már megcsináltuk Tomka Feri atyával Budapesten, és azért ez keservesen kemény volt egy lakótelepet megmozgatni, templomot, közösségi házat építeni. És szabadkoztam erősen, de hát aztán nem. Hát az ember engedelmességét ígérte át egy ponton. Magyarázódhattam egy darabig, de amikor láttam, hogy ez most már az engedelmességet érintő dolog, akkor azt mondtam, hogy igen. És rendes volt az utódon, azt mondta, hogy figyelj, ha gondolod, de a fiatalokat viheted magaddal a misszióba, Lévániáról. És hát akkor elmondtam ifjúságítani gyerekek, igazából amikor először bennem fölmerült az, hogy pap szeretnék lenni, még kisgyerek voltam, akkor azt hitottatok, olyan lelkesen mesélt a missziókról, hogy akkor azt mondta, hogy én
én misszionárius akarok lenni. És emlékszem, 8-9 éves voltam, fölkapott az atya, és ilyen hangvicsorgat, azt mondja, menesznek téged a kannibálok, és mondtam, hogy én leszem meg őket, és lelkesen készültem. Hát persze nem került így sorra, Európában kannibálok, hogy nem találkozom, afrikaiakkal bőségesen, de akkor azt mondtam a fiataloknak, gyerekek, bennem volt egy ilyen, hát ez most egy tényleg egy misszió lesz, én megyek, és azt mondta az atya, hogy jön a helyemre, hogy hívhatlak benneteket, mert szabadon, aki érezi, és 6-8 fiatal azt mondta, hogy megyünk veled a misszióba. És tényleg első naptól kezdve jöttek, minden nap jöttek szentmisére, és akkor misé után mindig átbeszélgetünk, most mit csináljunk, és mit csináltunk. Elkezdtünk szemetet szedni a terken. És egyszer egy tanár is csatlakozott hozzá, és azt mondta, hogy ide figyelj, Lajos. Én akkor 40 éves voltam, fiatal ember voltam, fiatalok meg hát olyan 10 évesek, 20 évesek. Azt mondta, hogy te misátok hír vagy keresztények vagytok. Rajtad nem, de fiatalokban látszik, hogy fiatalok. És azért valószínűleg elgondolkodnak egy páran, amit ti csináltok. Mert ha itt ilyen öreg trottyok szedik a szemetet, akkor azt mondják, hogy hát az a dolguk, azért kapnak fizetést. Az biztosra vehetik, a fiatalok nem kapnak fizetést ezért, önként csinálják. Hát ha, és tényleg azt mondta, hogy kicsit kevesebbet szemeteltek az emberek, hogy idővel. Tehát hogy látták, hogy mi rendszeresen szedjük a szemetet, és kezdtek kevésbé szemetelni, úgyhogy az önkormányzat is fölfigyelte erre a dologra. És így kezdett jó hírünk terjedni. Aztán ott volt a fogyatékos gyerekek intézete, tudjátok, tehát a szociális intézményeket általában a lakótelepekre, a város közepéből kivitték, hogy ne rontsák a közhangulatot, fogyatékos gyerekeknek ott volt az intézet, elkezdtünk oda járni rendszeresen. Gyerekekkel foglalkozni, játszani velük, focizni velük, de rengeteget fociztam ezekkel a fogyatékos gyerekekkel, gyönyörű volt. És aztán voltak érdeklődők, és egyszer-egyszer elhúztuk őket vasárnap szentmisére, többnyire gitáros szentmiséink voltak, tetszett a gyerekeknek, és akkor a nevelők közül is egy páran kezdtek jönni. Aztán közel volt a kórház, volt egy forgó, hogy hogyan voltunk beosztva misézni, de amikor én voltam, akkor vittem mindig a fiatalokat, ők mentek végig a szobákon, hívták a betegeket, vagy fölírták, hogy kihez kell menni áldozhatni, és aztán a kollégáim kérték, hogy nem segítenének a fiatalok másra, és a fiatalok minden vasárnap mentek. Ott voltak a mi szentmisénken, meg ott voltak a kórházi szentmisén, és hívogatták a betegeket, és így valahogy ez volt igazából a misszió, amit csináltunk. Hogy misézünk, hát egy kis félkész házat vettünk meg, azt alakítgattuk, és hát ott volt a hétköznap a szentmiség. Fiatalok, egyre több fiatal volt ott minden nap a szentmisén. Ez a 6-8 fiatal, akkor rövidesen 21 néhány fiatal lett is. Nagyon szépek voltak a hétköznapi misék. Vasárnap pedig egy gimnáz, végig jártam az iskolákban, és elmondták sor, hogy ide miért nem. Végül egy abszolút vallástalan ember gimnázmi igazgató mondta, hogy atya, én hallom, látom, mit csinál itt a fiatalokkal, hát, és hallottam, hogy néhány diákunk és van az atya csoportjában, jöhetnek itt, és akkor iskola aulájában voltak a szentmiség. Azt jelentett, hogy vasárnap reggel miselőtt, már másfél órában, két óra ott voltunk, a tantermekből odahordtuk a székeket, fölírtuk pontosan, hogy milyen széket, hova kell visszavinni, akkor visszavinni, a vasárnap délelőttünk székhordásra, a szentmise előtt után, de közben sokat beszélgettünk, és felnőttek közül is egyre többen ott maradtak, segítettek, és lassan, így indult a misszió. A templom építés az keserves volt, mert pénz nélkül kellett építeni, az nagyon mennyi dolog volt. Ami viszont sikerült, két dolog sikerült, azt hiszem, az egyik az, hogy sikerült megértettem az akkori főpásztorommal, hogy közösségi házra van szükség, nem hagyományos templomra, közösségi házra, amely képezi, ha jártok arra Kecskemét Szent Család plébánynek megnézitek, úgy sokan rácsodálkoznak, hogy tényleg egy igazi közösségi tér, maga a templom tér is, de sok közösségi helyiség van, és hála jó Istennek, most már a második utódom van ott, és az közvetlen utódom meg a mostani atya is tényleg közösségben gondolkodik. Erre a mostani főpásztor odafigyelt, hogy olyan küldjön oda, aki engedi ennyi a közösségeket, vagy esetleg segíti is őket. Úgyhogy ez az egyik, ami sikerült. A másik, az nagyon elhatároztam, ehhez nagyon ragaszkodtam, hogy az időmnek legalább
51% a lelkipásztori munka legyen, maximum 49% legyen templomépítés és a pénz utáni kordulás, a pénzkordulás, mert arra nagyon sok időt kellett fordítani, meg egyeztetni mindent. Az, hogy több mint 50%-ot a lelkipásztorkodásra fordítod, segített tényleg fiatalokkal, aztán családokkal foglalkozni. Híres volt a plébániánk a családpasztorációról, Szent Család plébánián lett annak a plébániának, hogyan indult. Már egy éve ott voltam és álmodtam, de jó lenne házas közösséget. A nagy templomban volt szép házas közösség, de ők nem a lakótelepen laktak, és értett, hogy kisgyerekekkel nem jöttek oda misszióba, úgyhogy családok nélkül indultam el, és egyszer csak bekopogtat egy pedagógus házaspár, hogy atya, hallottuk, hogy itt van közösség. Hát igen, ifjúság között, családközösség nincs, hát még nincs, de ha van kedvetek, és elkezdünk imádkozni, de akkor majd lesz. Szóval jó Isten olyan csodát adott, hogy ez a család úgy megértette. Most ez a férj vezeti a helybeli katolikus iskolának az igazgatója, felesége a logopédikus. Akkor született, mert nem sokkal előtt az első gyermek, aztán ő is adott még nekik hármat, négy gyermekes család. No, kezdjünk imádkozni. És akkor kétszer összeültünk imádkozni velük. És két hét múlva jött egy másik pedagógus házaspár, Magyarország térképét kevésbé ismertek talán, tehát az egyik házaspár Dunántúlról jött, másik meg Miskolc környéken, egészen messze egymástól, tehát ott kaptak állást, így kerültek oda, nem ismerték persze egymást. És akkor ez a második házaspár jött bemutatkozni, hogy szeretnének közösséghez tartozni, és hát már négy évvel házasok, és nem jön gyermekük, akkor megígértem azért, hogy imádkozzunk együtt. És akkor elköszöntünk, a férj még visszament az iskolába, mert órája volt, feleségnek már nem volt órája, és akkor elkísérlek azért, mert amit mondott, hogy hol lakik, úgy gyanút fogtam, és tényleg ugyanabban a lakótelepi épületben laktak ők, mint az a másik házaspár, de nem ismerték, egymástól különböző iskolában tanítottak. És akkor odaértünk a házért, mondtam a Mártinak, ő most a katolikus iskola igazgató helyettese. Mondtam Mártin, hogy Márti, figyelj csak, ebben a lépcsőházban van egy család, akik szeretnének házas csoportot. Van kedved, hogy becsöngessünk hozzájuk? De úgy, hogy még én sem voltam náluk, tehát ők eljöttek készen hozzám imádkozni, én nem voltam még náluk, csak tudtam, hogy itt laknak. És akkor becsöngettünk, és én nem voltam és nem is leszek édesanyja, de ez úgy... Azt hiszem, ott az anyagságból valamit megsejtettem, valami szépen. Tehát ebben a családban pár héttel előtt született a kisbaba, és itt ment az asszony, aki nagyon szeretne, már 4 éve nem jön a gyermek. Na, becsöngetünk, mondtam, hogy Krisztina, egy másik tanárnőt szeretnék bemutatni neked, lehet? Persze, gyertek. Fölmentünk, és akkor hát ez az édesanyja látja a másik édesanyját, ott éppen tisztában vette a kisbabát, és akkor azt mondja, hogy kezembe vehetném. Csak úgy próbálom elképzelni, hogy édesanyja vagyok, féltem a gyermekemet, és itt van idegen nő, most kézbe akarja, mert nem tudom, így zajlik el egy édesem, nem tudom, mindesetre. Azt mondta, hogy persze. És ezt fölvette, megszeretgette, jaj, de szeretnék én is babát. És attól kezdve együtt kezdtünk imádkozni a másik családdal is, hogy legyen maguk, és egy éven belül megszületett az első gyermekük, és aztán ott csak 3 érkezett, de 3 azért érkezett. És akkor jött egy harmadik család, és 3 családdal elindítottuk a családközösséget. De értitek, ez a misszió, hogy fontos nekem a lakótelep, fontos a házas közösség, és itt van akkor konkrétan egy asszonyka, egy másik házaspár, kezdjük el. Nem vagyunk már vadidegenek egymás számára, ugye az Efezusi levélben Pálosnak, Isten háza népe. És akkor ezt az élményt, ha megkapja valaki, hogy mi összetartozunk, hogy ez de jó, hogy vagy, és látom, hogy te is örülsz annak, hogy jó, hogy én vagyok, akkor innentől kezdve már jön, hogy adjuk át ezt az örömet másnak is. És akkor, ha jöttek újabb házaspárok, akkor
meghívtuk. És amikor elég sokan voltunk, akkor két csoportot alkottunk, de a harmadikat is, nem tudom, hány házas csoportban most ott. És akkor közben nagyon szépen belépett a házas hétvége mozgalom, belépett a Sőstakti mozgalom, belépett a Mécs közösség. Úgyhogy különböző családok, vagy a Fokalár közösség, különböző házas közösségnek a lelkületéből volt, aki aztán elköteleződött valamelyik mozgalomban, volt, aki nem, de ebben nem volt, különbözőség volt, de aláfölé rendeltség nem volt. Sok-sok szépség egymás mellett. Ugranom kell. Köszönöm, hogy plébániában valami hasonlóval foglalkozunk, valami hasonló nagyon szépen. Csak akkor ezt röviden mondom, hogy két olyan hárman vagyunk ezen a plébánián. Ez nagyon ilyen pazarlásnak tűnik, de hát akitől átvettem a plébániát, az ő elmúlt 80 éves. Tavaly vettem át tőle a plébániát, tehát igazán megérdemli a nyugdíjat. De nekem tanárom volt, nagyon kedves tanárom volt, tőle tanultam németül a teológián. És azt mondta az érsek úrnak, érsek úr, nem akarok én a munkától megrúgni, de már összekeverem, eltéveztem a dolgokat. Ha olyan papot küldeni ide, aki megtűr engem, akkor én itt maradok szívesen. És érsek úrnak eszébe, hogy mi valamikor Budapesten ugyanabban az esperes körökben voltunk hárman, és ő szeretett hozzánk jönni, mert jó légkör volt a plébán, ez az atya volt a plébánosom, és eszébe jutott, hogy plébános káplánként jóban voltak, hát most is. És akkor megkérdezte az atyát, hogy Lajost elfogadnád utódnunk? Hú, szívesen! Akkor hívott engem, hogy Lajos, menjél oda, plébános kápláncként, szívesen, de mondtam, hogy én atyát, maradj a plébános, én leszek a káplánod most is. De az nagy, plébános nem akarok lenni, én maradok a segítek, de ellenőrizébe elfelejtem a dolgokat. Hát ellenőrizni nem szoktam, de azért tapintottam neki, hogy tudod, most mondtad, hogy elmégy a vala. Jaj, megyek, és nagyon szép testvéri kapcsolatunkat. És van egy harmadik atya, aki meg Kecskeméten volt mellettem plébános helyettesként, ő egy ilyen nagyon félénk alkat. Két évig volt összesen plébános, de majd belepusztult, egyre szenved. Lelkivezetője voltam, és láttam, mit szenved, és akkor volt az, hogy indult a templomépítés, és mondta az akkori érsekem, hogy figyelj, kérhetsz egy kápát, és mondta, hogy ez az atya úgy szenved a plébánosságtól, hogy esetleg ő jöhetne hozzám, szívesen megy, mert úgyhogy vele is voltam együtt a másik atyával, és úgyhogy most így vagyunk papi közösségben. De tényleg másokhoz képest sokan vagyunk, úgyhogy oda kerültem, akkor elmentem az espereshez, és mondtam, esperes úr, figyelj, hát érsek úr döntött így, nem mi kértük ezt, érsek úr döntött így, de hát tényleg elég sokan vagyunk hárman, vasárnap három misét van, csak összesen, tehát egy-egy misét tényleg másokhoz képest. Hogy segítünk szívesen, és minden hétvégén hívnak gyóntatni, isézni, lelkigyakorlatot tartani. Úgyhogy az esperes körület minden templomában rendszeresen szolgál, és ez így nagyon szép. Arra vigyázzuk, hogy a nyugdíjas atyának csak egy miséje maradjon, de hát mi gyakran misézünk hármat is, hogyha kell, segítünk a kollégáknak. A plébánián pedig, hát a képviselőtestület már nagyon idős volt, csak azt kérte tőlem az elődöm, hogy részős vedd át illetve a plébániát, és hát nagyon aktuális lenne a képviselőtestet megújítani, és ajánlott néhány embert, akikkel talán fiatalabbakkal lehetne elindulni, és elkezdtem velük összejönni, imádkozni, gondolkodni, beszélgetni, és akkor három férfi ember mellé adódott még három asszonyka is, és akkor alapítottunk három kis csoportot, missziós csoportot, az egyik a plébánia, másik a templom, a harmadik a város. A plébánia, hogy legyen szép a plébánia, hogy jól lesen idejönni, és tegyünk meg mindent azért, hogy befogadó legyen a plébánia. Hogy az emberek örömmel jöjjenek ide. Az épület rendben léte miatt is, meg a programok miatt is. A másik a templom csoport, az pedig, hogy alakítsunk egy úgy a liturgián, ami alakítható meg. Amennyire alakítható, hogy öröm legyen ide jönni. Tényleg olyan kicsit előregedett volt a templomi közösség, és egy kicsit azóta fiatalodott. Gitáros személyiségben, emlékben, több mindennel. Most van folyamatban a babasaroknak a kialakítása. Az látszik, hogy nem szabad az épülethez hozzányúlni, de lehet a téren belül. Van egy keresztfajunk, és az egyik oldalhajóban, vagy keresztfajó egyik árnából
ott van folyamatban, most itt kialakítjuk ott a maga sarkot. A harmadik pedig a város és evangelizáció címet viseli a harmadik csoport. Hát fölvettük a kapcsolatot az önkormányzattal, kértük, hogy valamit adjanak nekünk, és hát itt is a, hát az út mentén a szemetet összeszednétek is. Most pénteken is megyünk majd, két hetente megyünk valahol a város valamelyik pontján szemetet szednünk, és nagyon jó, a gyerekek nagyon élvezik. Annyi kincset találnak, és akkor mindig csodálkozni kell, hogy ez fősőben, tehát ilyen ötödiktől fölfelé levő gyerekekkel csináljuk. Időmnek, hogy elfogy azonnal, rövidre veszem. Most egy lelki gyakorlatot tartottunk, aminek testvérek, hogyha akik tudnak magyarul, azoknak mindenki részével ajánlom. Ezt vettem alapul most a lelki gyakorlatot, a Szent Atyának Magyarországon elmondott beszédét, hat beszédet tartalmaz a kis füzetke. A püspökkel adta ki, Szegeden biztosan kapható lehet, hogy annál közelebb is nem tudom. Nagyon ajánlom, nagyon olyan jókat mondott a pápa Magyarországon, egy csoda. Gyönyörű. Amit a parlament mellett elmondott beszédet, vagy a diplomáciai képviseleteknek mondott, vagy különösen amit a papoknak és lelki pásztori munkatársak, ez nagyon szép rendezvény volt a Szent István Bazilikában, papok és lelki pásztori munkatársak együtt. Ez önmagában is nagyon szép volt, ugyanez, mint ez, csak kicsit nagyobb létszámmal. Papok és lelki pásztori munkatársak, szerzetesek, nagyon-nagyon szép találkozott. Amit ott elmondott, az különösen értékes, nagyon jó. Mi segít nekem? Na, talán még a plébániáról annyit, hogy plébánia egész szépen a kis közösségek jelenléte és mozgása, egy mozgás hozott a plébáni életében, vagy kicsit nagyobb mozgás. Egy olyan városban élünk, ahol három felekezet van, reformátusok, pünkösdiek, lett katolikusok, és mind a három közösségben nagyjából százan járnak vasárnap templom. Ez egy 9000 lakosú város, tehát nagyon kis kisebbség, aki van. És hálás vagyok a két előtt atyámnak, ők kezdték ezt az ökumenikus kapcsolatot, minden hónapban egy vasárnap estét együtt töltünk, 6-tól 8-ig, 9-ig együtt vagyunk, szentírást olvasunk, imádkozunk, beszélgetünk, áldott alkalmak ezek. Ez is egy szép üzenet a város felé, hogy nem vagyunk egymás ellenségei, versenytársai, hanem Úristen országát építjük. És ha van 100-100 emberünk, és ez a 300 ember tényleg evangéliumot élő ember lenne, akkor az egy nagy ajándéka lenne a városért is, misszióért is, és hát azon vagyunk, hogy egyre inkább azzá legyen. Mi segít nekem mindenbe előre haladni, most egy nagyobb lépten utolsó pont az értelem. Ami segít a missziós lelkületet fönntartani, az az, hogy rendszeresen megosztjuk a tapasztalatainkat baptestvérekkel, munkatársakkal. Kerülnünk kellene azokat a köröket, ahol az együttlét a panaszkodástól szól, vagy különböző az ivásról, egyedektől. Vannak ilyen papi körök. Tényleg, mintha néha az lenne a versenyezünk azon, ki tud még rosszabb hírt mondani. Mi a jó hírnek vagyunk a képviselői. Versenyezünk azon, ki tud még jó, igaz dolgot mondani. Igaz evangélium dolgot mondani. Olyan haptestvérekkel találkozni, és megosztva a tapasztalatainkat, akik azon igyekszünk, hogy alázattal végezzük a dolgunkat, és alázattal megosult az örömünket. Segít ébren tartani missziós lelkületet az, hogy folyamatos párbeszédben vagyok a kis közösségeinkkel, és ezt a lelkületet ápoljuk magunkba. Kevésbé a technikát, a tennivaló, sokkal inkább a lelkületet. Mi a kis csoportjainkkal mindig elmélkedéssel kezdjük, vagy a Szentírásból, vagy a pápától, vagy valamelyik kortárs szentől veszünk egy kis részletet, és arról beszélgetünk, és utána beszéljük meg a tennivalóinkat. Segít ébren tartani a missziós lelkületet a ehhez hasonló konferenciákon való részvétel, ami erősíti bennünk a missziós lelkületet.
és persze, amivel kezdtem, az imádság és a Szentírás olvasása. Ferenc pápa múlt vasárnap, 11 nappal ezelőtt Marseille-ben mondott egy beszédet, akkor olvasok, és ezzel fejezem be, illetve két kérdést adok. Pápa ezt mondja, a Szentírás elbeszél, hogy Dávid király, miután megalapította a királyságát, elhatározta, hogy a Fridládát Jeruzsálem beszállítja. Ezért miután összehívta a népet, fölkerekedett és elindult érte. Útközben pedig maga is táncolt előtt a néppel együtt, ujjongott és örült az Úr jelenlétének. Karizmatikusoknak van egy jó kis ének erre, nagyon jó paha. Ilyen táncos ének. Mária szintén fölkerekedik és elindul Jeruzsálem környékére, és mikor belép Erzsébet házába, Erzsébet mélyében hordott gyermek, fölismerve a messiás érkezését, örömében ugrándozik. Táncolni kezd, ahogy Dávid is tette a Triglád előtt. Mária megy Júda hegyei felé, és elmondja nekünk, Isten elindult felünk, hogy szeretetével fölkövessen bennünket, és arra képessen, hogy újjongunk örömünkben. Isten az, aki ünnepel. Ebben a két asszonyban, Máriában és Erzsébetben, Istennek az emberiség nyelven látogatása mutatkozik meg. Az egyik fiatal, a másik öreg. Egyik szűz, a másik meddő. Mégis mindkettő lehetetlen módon várakozós. Ilyen Isten működése életünkben lehetővé teszi azt is, ami lehetetlennek tűnik. Pápát idézve, testvéreim és nővéreim, kérdezzük meg magunktól, őszinte szívvel, hiszünk-e Isten működik az életünkben? Hisszük-e, hogy az Úr cselekszik a történelemben, és ma is csodákat tesz? Két kérdés. A csoportvezető föl tudja írni, hogy meg tudja jegyezni. Nem túl bonyolult kérdés. Első, mondj néhány tapasztalatot, ahol látod, hogy van az emberekben nyitottság az evangéliumra. Mondj néhány olyan esetet, amikor látod, tapasztalod, hogy az emberekben van nyitottság az evangéliumra, a jó hírre. Néhány tapasztalat, látod, hogy tapasztalod, hogy nyitottság van a jó hírre. Második, mi a következő lépésem, vagy mi az első lépésem, mi a következő lépésem, amit azért tegyek, hogy magam és a rám bízottak jobban missziós közösség legyünk. Tehát mi az első, vagy a következő lépés, azért, hogy jobban missziós lelkületű legyek én, és a rám bízottak. Jó? Köszönjük szépen, kedves Lajos atya! Olyan szépen kiegészített egymást a két előadás. Jézus úton levése, Pál úton levése, és arról beszélt, hogy ti konkrétan hogy vagytok úton. És a lényeg ennek a lelkipásztori napoknak, hogy bátorítsuk egymást. Mindenhol lehet a misszió lépéseit megtenni. Személygyűjtés, egy anyára való figyelés, a kórházban. Köszönjük szépen ezt a lelkesítő bátorítást, egy kis szimbolikus ajándékot fogadj el tőlünk. Köszönjük nagyon szépen. És egy nagyon-nagyon kis dologgal, Márin atyának is nagyon köszönöm a fordítást, mert ez nem egy könnyű dolog, de nagyon köszönöm, és átadom a szót a mai moderátoroknak, hogy elmondják, hogy mi következik. Acum vorbim, va urma.